Jó estét, sziasztok! Hát most ilyen ninja felszerelésben vagyok, vagy terrorista, nem is tudom, hogy kinek mi jut erről az eszébe. Itt ilyen maszkokat is lehet kapni, ilyen full fejes maszk. Nagyon baba mondjuk motorbiciklin, gondolom én. Csak vízből vettem fel, úgyhogy pillanat mindjárt leveszem, úgyhogy nem kell, hogy ezt nézzétek végig. Na. Szóval, még egyszer sziasztok! És akkor kezdjük is ezt a mai videót. Mindenkinek először is boldog új évet kívánok. Hát reméljük, hogy jobb lesz, mint az előző. Remélem, hogy ettetek mindenféle újévi kaját, malactól a lencséig. Állítólag a lencse evés pénzt hoz a konyhára az új évben. Hát itt lencse nem igen van. Úgyhogy nekem a szokásos tájkaja jutott, és remélhetőleg omikron nem. Bár itt Phuketen szépen nő Sunyiban az omikron esetek száma. Most Phuket a második Bangkok után a sorban, de erről a tájhatóságok szemérmesen hallgatnak. Ugye még nincs vége az évvégi levevő sónak, levevő szezonnak, nyilván azért. De minap sétáltam az esti órákban kipakoló gyümölcsárosok körül, és a szokásos banán, mangó, ananász és hasonló errefelé gyakori gyümölcsök között megpillantottam egy érdekes gyümölcsöt, amit nem mindenhol és nem mindig lehet kapni. Ez pedig a gránátalma. El kell hagyni, hogy a többi gyümölcshöz képest elég húzós volt az ára, ezért elkezdtem keresgélni az interneten, hogy vajon van-e valami olyan előnye ennek a gyümölcsnek az ember egészségére, ami indokolhatja ezt a magas árat. Megnéztem például a szupermarketben, és ott 5000 forintnak megfelelő pénzbe került egy kiló. A piacon viszont csak 2000, úgyhogy hát vettem egy kilót. Talán életemben egyszer ettem ilyet korábban, de akkor fogalmam se volt róla, hogy mit tud ez a gyümölcs. Annyi maradt meg belőle, hogy savanyú volt, és igen macerás volt kiszedegetni a kis piros ehető bogyókat a fehér és meglehetősen keserű húsból. Hát ha minden igaz abból, amit ezzel a gyümölccsel kapcsolatban leírtak, akkor úgy gondolom, hogy megérte a pénzt. Ma erről a gyümölcsről lesz szó, és arról, hogy hogyan hat a szervezetre. Spoiler alert, nem a benne lévő C-vitamin az érdekes a gránátalmában. Most pedig bemutatom, hogy hogyan szedegetem ki az ehető bogyócskákat, aztán rátérünk arra, hogy milyen előnyökkel kecsegtet ennek a gyümölcsnek a fogyasztása. Most tehát ugye ez az eredeti gyümölcs, egyet pedig így szétvágtam már, lehet látni, és hát egy ilyen kalás segítségével ezt a piros bogyócskás részt, ezt innen kikapírgálom. És akkor körülbelül ennyi az egész. Néha kell ilyen műveletet is végezni, ezt a fehér részt eltávolítani. Hagyni. Tehát nagyjából ez a elkészítésének a folyamata. Fehér részeket mondom, elszedegetem innen, vagy mi. Egész sok van ebbe. Tehát tényleg többnyire ez a ehető piros bogyós rész van, és ez a fehér valami az inkább csak ilyen hártyák formában valósul meg, nem van, sikerült elrontanom. Mindegy. Na hát úgyhogy nagyjából ennyi a történet, és akkor hát ezt meg lehet így enni. Ez az egész. Kicsi magvak vannak benne, ezt én meg szoktam enni bogyóval együtt. Így néz ki. Ha az ember kinyit egy random weboldalt, ahol a gyümölcsről írnak, a szokásos unalmas litániát látja, szokott elemekkel, antioxidáns, C-vitamin, gyulladáscsökkentés, hát ezt
már majdnem mindenről leírták, szóval mégis mitől más ez a gyümölcs? A gránátalmalé több mint 100 fitokemikáliát tartalmaz, azaz olyan kémiai anyagokat, melyek csak a növényekben találhatók meg. Állítólag a gránátalmalé nagyobb mennyiségű antioxidáns tartalmaz, mint legtöbb más gyümölcslé, és háromszor több antioxidáns tartalmaz, mint a vörösbor vagy a zöld tea. Oké, ez még mindig elég generikusan hangzik. Aztán fel vannak sorolva a szokásos dolgok, melyektől, hogy a kor előre haladtával az emberek rettegnek, rák, Alzheimer. Mindezekre jó a gránátalma, azt írják. Hát nagyjából ilyenkor szoktam elkattintani egy cikkről, annyira fárasztó, hogy már minden rákellenes megjavítja az Alzheimert. De egyrészt a Harvard Egyetem táplálkozással foglalkozó oldalán is találtam hasonló érveket, másrészt beleakadtam, hogy elég sok K-vitamin tartalmaz, nekem pedig az nem a legjobb, mert vérhígítót szedek, és a K-vitamin az ilyenek ellen hat. De legalább emiatt tovább olvastam a cikkeket. Hát találtam is a szokásos litániáknál tudományosabb magyarázatot a gránátalma hatásaira. A gránátalma az urolitin A nevű öregedés gátló molekula előanyagát tartalmazza, a punikalagin nevű vegyületet. Gránátalma fogyasztása után bélbaktériumaink ezt az anyagot urolitin A-vá alakítják. Az meg mi az össz? Ezen az ábrán az urolitin A változatos hatásait láthatjuk a szervezet különböző pontjain. A teljes szervezetre való hatása a feltételezett hosszabb élettartam és általános egészségjavító hatás. Az izomzatra kifejtett hatása az izomerő és a fizikai kitartás növelése. A szívizomzatra történő hatása a szívizomzat kóros működésének a csökkentése és az azt ellátó erek elmeszesedésének csökkentése. Az agyban idegeket védő hatást írnak le, valamint vizsgálatok szerint csökkentheti a különböző fehérje komplexek kialakulását, melyek például az Alzheimer korban okozzák a betegség alapját. Jótékony hatást írnak még le az ízületekben a porc degeneráció vonatkozásában is. Az immunrendszerben csökkenti a gyulladás keltő citokinek mennyiségét, ebben a vonatkozásban érdekes lehet ez a COVID betegség esetén is, bár erre kimondottan nem találtam vizsgálatot. Látható még itt a bélrendszerrel, a májjal és a vesékkel összefüggő védő hatás is. De vajon hogyan lassítja le az urolitin A az öregedési folyamatot? Energiánk 90%-a a sejtjeink belsejében található mikroszkópikus struktúrákból, az úgynevezett mitokondriumokból származik. A test sejtjei mitokondriumok milliárdjait tartalmazzák, ezek olyasfajta képződmények, mint az akkumulátorok, tehát szervezetünk tele van az ilyen mikro, pici akkumulátorokkal, de ugyanúgy, ahogy a mindennapi életben használt akkumulátorok, elemek lemerülnek, tönkre mennek, ezek a mikroakkumulátorok se tartanak örökké, azaz testünknek meg kell javítania, és néha ki kell cserélnie a hibás, sérült és régi mitokondriumokat a további megfelelő működés érdekében. A javítás és csere egy mitofágiának nevezett folyamaton keresztül történik, ami által vadonatúj mitokondriumok keletkeznek. E folyamat során a már nem működő elemek újrahasznosíthatóvá válnak, vagy kiürülnek. Fiatalabb korban ez a javítási folyamat gyakrabban történik, de az életkor előre haladtával a folyamat lelassul, ritkábbá válik, és így az elemeket nem lehet elég gyorsan újrahasznosítani vagy eltávolítani, emiatt gyorsabban öregszenek a sejtjeink. A vizsgálatok azt mutatják, hogy idős korban a lassabb járás, gyengébb izomerő, a mitokondriális működés hanyatlásához kapcsolódik. Kimutatták azt is, hogy az idős emberek mitofágiájának javítása lassítja az izomerő csökkenését. Na de hogyan ide a gránátalma és ez a benne lévő urolitin A? Egy tanulmány megállapította, hogy az urolitin A elősegíti a mitofágiát.
több mitokondrium keletkezik és segít javítani a mitokondriális funkciókat az idős emberekben, tehát ezeknek az elemeknek a működését javítja. Az orolitinál ezen hatásai azt utánozták, amit a rendszeres testmozgás fejt ki izmainkra. Más állatkísérletek meg azt mutatták, hogy az orolitin A növelte az állóképességet fiatal és idős patkányokban azáltal, hogy javította az izmok működését. Na hát ugye akkor ez pont az olyan sokat ülő lusta fazonoknak jó, mint én vagyok, tehát egyből érdekel. Szó volt itt röviden a bélbaktériumokról és ezek kapcsolatáról az orolitin A-val. Nos, a bélflóra szabályozza az immunitásunkat, megakadályozza a gyulladásokat, vitaminokat termel, segít felszívni a tápanyagokat, valamint hormonokat állít elő. Ezek most a részleteiben nem megyek bele, talán egyszer csinálok majd egy videót a kifejezetten erről a bélflóra témáról, most azonban csak a gránátalmához kapcsolódó tudnivalókra koncentrálok. Emésztéskor a gránátalma úgynevezett prebiotikumként működik, azaz egyfajta előanyagot biztosít. A gránátalma megemésztése után egyes bomlás termékét a vastagbélben lévő baktériumok orolitin A-vá alakítják át. Az orolitin A elősegíti a hasznos bélbaktériumok, például a bifidobaktériumok és a laktobacillusok növekedését. És akkor nézzük meg tudományos vizsgálatok publikációiból, hogy miket is találtak a kutatók az orolitin A-val és más gránátalmában található vegyületekkel kapcsolatban. Itt van például egy 2013-as kutatás, melyben a gránátalma juice-ban található metabolitok, mint például az elaginsav prostatarákra való előnyös hatásait vizsgálták. Az elaginsav apoptózist generált ráksejtekben, amely egyfajta tervezett sejthalált jelent, ami a korlátlanul szaporodó ráksejtek visszafogását jelenti. Egy idén júliusban közölt cikkben pedig a kutatók az orolitin A hatását vizsgálták az egészségre, különféle betegségekre és az öregedésre. Van azonban egy kis bökkenő. A gránátalmában lévő előanyagok átalakítására nem mindenkinek a bélflórája képes. Csak az egészséges és megfelelő baktériumokat tartalmazó bélflóra tudja ezt. Ha tehát valaki úgy étkezik, hogy a bélflórájának összetétele eltolódik a káros baktériumok felé, vagy pedig gyakran szed antibiotikumokat, ezek a kedvező hatások nem fognak létrejönni. Ez nem azt jelenti, hogy szükség esetén ne szedjünk antibiotikumot, de a kezelést követően érdemes probiotikus élelmiszert fogyasztani. Nincs ebben semmi lehetetlen vagy bonyolult, jó minőségű natúr joghurt, savanyú káposzta, kovászos uborka segít helyre tenni a problémát. Gyári fehér kenyerek fogyasztása helyett kovászos kenyér fogyasztása is tartósan segíthet. Ezeknek a módszereknek az alkalmazása gyakran költségesebb egyrészt, ha a gyártó tisztában van az egészségre kifejtett hatással, és emiatt árazza drágábbra a terméket, másrészt a tömegtermelésben, ami ugye olcsóbb, leggyakrabban nem valósítható meg az ilyen termékek gyártása. Macera kovászt csinálni és azzal sütni, nem sok pék teszi ezt meg. Itt Tájföldön még normális kenyeret se lehet kapni, nemhogy kovászosat, leginkább a szeletelt kocka kenyér élhető el. Kovászos kenyérhez puccos és drága plázákba kell menni, és mélyen zsebbe nyúlni. Egy ilyen kis francia kenyér 1000 forint. Na, megfelelő pénz. Szerencsére tejből akárki tud készíteni joghurtot, arra kell figyelni, hogy a megfelelő baktériumokat tartalmazó valóban probiotikus terméket használjunk a tej beoltásához, és az egész eljárást kellően kifőzött, steril eszközökkel végezzük, hogy az azokon lévő esetleges egyéb baktériumok ne szaporodjanak el. Nos, hát röviden ennyit a gyümölcsömről, amit most vettem magamnak, hát aztán ki tudja, hogy fog-e használni, vagy mi történik. Végülis nagyon lemérni ezt nem tudom, hát minden esetre most minden nap megeszek egy felet. No, szóval még egyszer boldog új évet kívánok mindenkinek, ha most voltál itt először, és úgy gondolod, hogy ez a csatorna érdekes dolgokat tud neked nyújtani, kérlek iratkozz fel. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és amennyiben úgy gondolod, hogy a csatorna értéket képvisel, és szeretnéd anyagilag is támogatni, amit nagyon megköszönök, akkor kérlek a Patreon nevű közösségi támogatói oldalon tedd ezt meg. A leírásban a videó alatt ennek a közösségi támogatói oldalnak a linkje megtalálható. Mindenkinek
COVID-mentes jó egészséget kívánok. Sziasztok!